hallgatóval, vagyis hagyományos, lassú ütemű, komor hangulatú roma népzenével emlékeztek a roma holokausz szörnyűségeire Bátaszéken 2 évvel ezelőtt. A zenészek cigány nyelven szóltak egymáshoz, de ez igen ritka manapság, ugyanis egyre kevesebben beszélnek cigány nyelvet hazánkban, és maguk a romák is inkább magyarul szólalnak meg, hiszen a munkahelyen, hivatalban, iskolában, orvosnál is így kell beszélniük. Ezt tapasztalja a több száz középiskolást oktató Nagy Gusztáv is. Csak úgy lehetne, hogyha a tankönyvekben lennének cigánynyelvű anyagok, cigánynyelvű versek és egyéb más műfajban, akkor talán felébresztenék a tanulóknak a figyelmét, de mondom, ma már úgy van, hogy a klasszikus cigány családoknál, ahol még beszélik a nyelvet a szülők, ott már a gyerekek nem igen. Sajnos. Most ezek a konferenciák, meg ezek a találkozók éppen arra valók, hogy ezt azért mondjuk el, és hallgassák meg. Így van, tehát hallgassák meg a szülők, és foglalkozzanak a gyerekeikkel, hiszen ez a nyelv ugyanolyan értékű nyelv, mint bármelyik más nyelv. A világon kb. 15 millió cigány ember beszéli a nyelvet az egész világon, úgyhogy Ez nem egy kihalt nyelv, és ennek van egyébként jövője is, és szókincse is van. A nyelv kihalása veszélyeztet. Ebben nagy szerepet játszik az is, hogy maguk a cigányvezetők közül is sokan csak magyarul tudnak megszólalni. Ez azonban komoly gátja más roma szervezetekkel való nemzetközi együttműködéseknek, hangzott el a konferencián. A mai fiatalság igazából nem igényli a cigány nyelvet, mert ugye a szülőktől már nem kapják meg azt a lehetőséget, vagy nem adják meg a szülők, mert inkább magyarul beszélnek, inkább magyarul fejezik ki magukat, mint cigányul. Horváth Elekné azt mondja, igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a folyamatot megfordítsák. A nyelvünk pont a veszélyeztetett nyelvek közé van besorolva, mivel ugye a családokban már mindig kevesebben beszélik, az oktatási intézményekben lehetőségünk nagyon kevés, hogy ezt a nyelvet ugye felújítsuk a többi kisebbségi nyelvvel kapcsolatban, például mind a némettel, és ugye arra törekednénk, hogy minél több intézménybe be tudjon kerülni a cigány nyelv oktatása. Most végül is ez a konferencia azért jött létre, mert szerettük volna megszólítani a roma vezetőket, hogy ez egyik célkitűzésük legyen az, hogy igenis vegyék fel a kapcsolatot az intézményekkel, a városaikba, a magasabb rangú cigányok ugye legyen egy javaslatuk mindig az itteni politika felé, hogy igenis a roma társadalomnak van egy ilyen igénye, hogy szeretné, hogy minél szélesebb körbe a roma nyelvnek legyen presztízse. Találkoztunk olyan bátaszékivel a roma konferencián, aki nemrég nyelvvizsgázott cigány nyelvből. Azt mondja, imádja a dallamát, de egyáltalán nem tartja könnyen elsajátítható nyelvnek. Ugyanúgy kell ezt is tanulni, ugyanannyit. Ugyanúgy vannak ige ragók, ragozások, jövő idők, tehát mindenféle van. Him nem, nő nem, több eszem, tehát én azt gondolom, hogy nem olyan könnyű, ahogyan az emberek, talán ez a szó nem jó, hogy lenézik, de úgy nem igazán veszik semmibe ezt a nyelvet. És igazából nekem tetszik is, tehát ezt szeretni is kell. Tehát annyiból könnyebb talán, hogy hogy az ember beszél olyan csengő, tehát olyan dallamos. A cigány nyelvben jelentős mértékű iráni és legfőképpen bizánci görög nyelvi hatás érzékelhető. A nyelvészek megállapították, hogy a középkori görög legalább 200 szóval gazdagította a romák nyelvét. A 30-at ugyanúgy mondja tranda, ugye, az is 30, vagy a szombatot úgy mondja, hogy szavato, és náluk is szavato, és a számtanban a cigányok nagyon sokat átvettek például a görögöktől. Nem csoda, hiszen 500 évig ugye a cigányok Görögországban éltek, amikor elindultak Indiából, Pandzsábból, és nagyon sok szó van a iraki, iráni nyelvjárásban. Az elnök 30 évig nemzetközi kamionosként dolgozott, és hasznát vette annak, hogy beszél cigányul. Például Nagykőrösről, a konzertgyárból hordtam ki
az árut, és Lengyelországba hordtam, bizony én nekem nagyon sokat számított, ugye, mert hát cigányokkal találkoztam, és a cigányoktól ugye tudtam megtudakolni, hogy hol, merre vannak ezek a raktárak, a lerakó helyek, tehát nekem előnyöm volt a cigány nyelv. Olyan helyzetben voltam, hogy a munkám során, ugye, mivel tudtam beszélni cigányul, cigányokat meg lehetett találni, akár itt Szerbiába, vagy Horvátországba, körülöttünk lévő országokba, tehát nekem segítség volt az, hogy én tudtam beszélni cigányul. Cigány minden országban van. Romák alkotják a legnagyobb kisebbséget Európában. Becslések szerint 11 millióan élnek a kontinensen. A genetikai vizsgálatok megerősítették a romák indiai származását, vagyis most már biztosnak tekinthető, hogy körülbelül 1500 éve indultak el India északi részéből. 900 évvel ezelőtt érték el Európát.